Ez látszik Bledbe a szállodánk ablakából. Itt van ez a Bledi tó, ami 2,4 km hosszú, és valami hőforrások vannak a másik végébe. Itt egy templom és a vár. Ez itt a Bledi tó. Ott van az a kis sziget a templommal. És ilyen park van körülötte. Innen is a vár, innen meg egész más jobban van a vár. Szemben van a vár, a templom, és ott mellette a fák között látszik a szállodánk, ahol lakunk. Sima toszt? Igen. Toszt, ham cheese. Nekem jó lesz ez aprósítva. Húgókat te mit választottál nekem? Ezt a prosciutót az a legjobb. Sajt, paradicsom és sonka. Jó. És oliva. Ti is választottatok már? És, igen. Oliva és paradicsom. Választok. Jó van akkor. Ez a legegyszerűbb. Meg vagyunk. Van ilyen bruschetta is. Bruschetta. Minden nap ide jöhetünk ajánlni, már csak hol van lévő. Minden nap jöhetünk. Hát mert este van este kajánlni. Már... Salászát. Tehát szemben ez volt a boppája. Salászát, kaprízes. És rásüt a napapályára, az csillogott. Grill is van minden. Grill, vannak halak. Alételek. Vannak halak. Nálunk is volt a szállodában tegnap. És jó is volt. Legalább nincs 38. Hát, erre jöttünk föl. Ahhoz a bizonyos várhoz, amit a előző fotókon szerepelt. Itt éppen megpróbálunk oxigénhez jutni a mi kis csapatunk. Az esélyeink egész jól, hogy fel tudunk jutni. Próbáltunk a Wayne Dávidtól oxigén palackot kölcsönkérni, de neki sem volt. Úgyhogy beérjük a levegővel. Zsolt feje fölött remek kilátás látszik. De mi olyan erősek vagyunk, és mindig... ...vaskocsira gondoltam. Itt már mind följöttünk. Kiváló. Megdolgozunk a vacsoráért. És erre megyünk tovább. Ebédér is. Oda, föl. A megpróbáltatásoknak még nincs vége. Még ezen a kapun be kell menni, pénzt kell fizetni, és elfoglalhatjuk a várat. Megérkeztünk a csúcsra. Itt vagyunk a várba. Ott van lenne a kis templom, mögötte a szállodánk. A tó, amit tegnap körbejártunk. Gyönyörű, szép. Előttünk a vár alatt a strand, szembe a boppája, és ott a kis sziget a templommal. És még itt följebb a vár. És itt vagyunk a vár belsejébe. Ez szép. Itt van egy múzeum, étterem. Itt egy másik utal le lehet menni. Ennél magasabbra már nem lehet jönni.
volt, ez így gyönyörű. Mikor már van rosszra? És mennek a hajók. Jól választotta ki a helyet az, aki ezt a várat építette pár száz évvel ezelőtt. Mindenki fotóz fényképe, szerencsénk is van, mert gyönyörű idő van. Elindultunk ezzel a kis hajóskával oda a sziget felé, ahol az a templom van. Azt is lefotoztam. Itt voltunk fönn a várba. Itt ebédeltünk már kétszer is, ez nagyon rossz. Az már le. Volt. Onnan a templomból, a templom mellől indult az út föl a várba. A templomban harangoztak reggelenként, és ez a ledi tengerész visz bennünket a szigetre. Az ágyinkai fényképezéssel van elfoglalva, és ez a másik oldal, itt szembe ettük az első ledi krémest, ami egy nagyon híres édesség. Megérkeztünk a szigetre, itt vagyunk a templom mellett. Ott szemben egy BMW által szervezett evezős verseny. És itt van a templom. Torony. Éppen harangoznak, 3 óra van. Ez a vidéken nagyon gyakori, a nagyon kellemes harangszó. Abból az irányból jöttünk ide. Nem az a kis nyitott, nehogy már őt kapják el.